Szeretettel köszöntöm Önöket. Hát lassan ez egy sorozattá válik a én előadásaim, amelyben végigvettük Hamvasnak a kelettel kapcsolatos munkáit, illetve megvizsgáltuk, hogy befolyásolt a keleti hagyomány, a keleti gondolat Hamvas Béla munkásságát, és ennek a hiányzott egy lánceme, tehát ennek a, mondjuk a utolsó részéhez érkeztünk, ami pedig talán a legfontosabb, mivel ez gyakorolta felismerhetően a legnagyobb hatást Hamvas Bélára, ugye a Védák, illetve a Védánta. Konkrétan a, mondjuk az egyéb területekhez, a buddhizmushoz vagy a jogához képest terjedelemben is sokkal többet foglalkozik, konkrétan a Védántával, de azokban az írásaiban is, amelyek mondjuk általánosabb kérdésekkel foglalkoznak, léptennyomon találkozunk utalásokkal, és átsüt a sorokon az, hogy őt nagyon mélyen inspirálta a Védák szellemisége. Azt konkrétan mondjuk három olyan írása van, amiben különösen hát előtérbe kerül ez a hagyomány. Az egyik a Scientia Sacra, ahol mondjuk a Scientia Sacra az egyfajta ilyen szintézis, ahol megpróbálta egybegyúrni, megtalálni a emberiség kulturálisan, földrajzilag nagyon különböző helyekről származó hagyományainak a közös lényegét, mondani valóját. És ennek az egyik oszlopa a Védánta, külön fejezetet is szentel neki. Aztán az Ősök csarnoka, ami voltaképpen egy szöveggyűjtemény, de ennek a szöveggyűjteménynek egy elég tekintélyes részét, az első kötetnek tulajdonképpen több mint a felét, a Upanishadok fordításai, meg az ő neki ahhoz fűzött jegyzetei teszik ki. És találtam egy harmadik írását, ami elég terjedelmes, és hát ott nem kimondottan a Védántáról szól, de egy olyan kérdéssel foglalkozik, ami a Védántának is lényeg, vagy egyik alapkérdése, hogy a világ mint illúzió, a én és a világ viszonyával, valóság és látszat viszonyával. És ennek a tanulmányának az a címe, hogy Mája, ugye, ami a világot gerjesztő illúziónak a szanszkrit elnevezése. Ezt a címet adta, és jól lehet, nem csak a indiai hagyomány szellemében foglalkozik ott az illúzió kérdésével, de hát ez nyilván az képezi a kiinduló pontot, de ő ezt aztán egy olyan nagyon érdekes irányba bontja ki, ötvözve részint bizonyos keresztény gondolatokkal, részint az ő kedvenc európai filozófusaival, ugye a Panvitz, Bader, illetve a középkoriak közül Jakob Böhmére támaszkodva. Ami egy olyan irányba fejti ki, vagy gondolja tovább tulajdonképpen a Védántának a következményeit, ami teljesen eredeti szintézist, és olyan dimenziókat nyit meg, ami az eredeti Védántából is voltaképpen hiányzik.
Hogy egy kicsit kezdjük történeti irányból, azért azt meg kell mondjuk itt magunk között, hogy épp úgy, ahogy ezt a buddhizmusnál megfigyeltük, vagy a jogánál is megfigyeltük, Hanvas Béla elég szabadon nyúl így a különböző hagyományok ismeretanyagához, és konkrétan a Védántával kapcsolatban nyíltan meg is fogalmazza ezt a sciencia szakrába, hogy ő nem szereti a filológusok fordításait, meg nem szereti azt, ahogyan azt mondjuk filozofusok vagy szaktudósok értelmezik, mert hogy az annyira mondjuk száraz és semmit mondó, tehát annyira távol van a eredeti szövegnek a szellemétől, hogy visszajog ezektől, és valószínűsíthetően ez látszik azért az ő szövegeiből, hogy nem is nagyon olvasta ezeket, tehát nem tartotta sokra. Tehát például a nagyon konkrétan megnevezi a Max Müllernek a Upanishad fordításait, meg Védánta Sutra fordítását, mint ami hát számára elfogadhatatlan, vagy értelmezhetetlen. Viszont ennek az a következménye, hogy azok, amit ő konkrétan mondjuk, ahogy érti a Védántát, és amit leszűr abból, ahogy bemutatja, abban azért mondjuk nem mindig, a mai ismereteink fényében nem minden felel meg annak, ahogyan mondjuk ez a hagyomány Indiában önmagát prezentálta. Ennek ellenére azt kell mondani, hogy ugyanúgy, mint a buddhizmus esetében is, ahol hiányoztak Hanvasnál ezek a filológiai, meg szaktudományos ismeretek, mégis a lényegét meg valóban jobban megértette, mint akár a szaktudományok. Tehát volt Hanvasban egy olyan spirituális érzékenység, hogy kevés információból is valahogy ráérzett ezeknek a tanításoknak az igazi mondani valójára. És hát konkrétan mondjuk a Védánta esetében még valamennyire igazat is lehet adni Hanvasnak, mert ez az indiai hagyományok közül egy olyan hagyomány, amiben ugyan vannak szintén mondjuk skolasztikus agyalások és rendkívül elvont fejtegetések, de azért a Védánta nyelvezete az alapvetően nagyon költői, az eredeti is, a szanszkrit szöveg. Tele vannak képekkel, metaforákkal, és ezek legalább olyan fontosak. És a Hanvas, aki maga is művész ember volt, az ezekre sokkal jobban rá tudott kapcsolódni. Ez a Védánta több jelentésű szó, vagy eredetileg egyszerűen, illetve maga a szó egyszerűen azt jelenti, hogy a védák vége. És eredetileg azokat a szövegeket értették alatta, amelyek voltak éppen már nem tartoztak a védákhoz, a India ősi szentirataihoz, amelyeket a hinduk a saját kinyilatkoztatásuknak tekintenek, hasonlóképpen, mint ami számunkra a keresztény szentírás, vagy az Ószövetség, mondjuk talán ehhez lehetne hasonlítani. Az Upanishadok azok valójában nem tartoznak eredetileg a védák törzséhez, jóval később keletkeztek, tehát ezek már a védák több ezer éves
már időszámításunk előtt több ezer évvel keletkeztek valószínűsíthetően, az Upanishadok meg az időszámításunk előtti néhány száz évvel jelentek meg az elsők, és aztán még az időszámítás utáni első egy-két évszázadban is még születtek Upanishadok. És nem csak a kor különböző, amiben ezek születtek, hanem a nyelvezete is, és az egész megközelítésmód más az Upanishadokban. Míg a védák azok nagyon archaikus szövegek, sokkal inkább himnuszoknak, látomásoknak, ráolvasásoknak a gyűjteménye, nincs benne egy rendszer, és egyáltalán nem fogalmi jellegű. Addig az Upanishadok, azok annak ellenére, hogy szintén még nagyon erős szövegek, tehát gyakran metaforákkal, képekkel, hasonlatokkal dolgoznak, de azért mégis ott már megjelennek a fogalmi gondolkodásnak, az elvont gondolkodásnak, a filozófiai rendszerezésnek a csirái, tehát ott kezdődik el, ahol a védákban áthagyományozott tudást elkezdték átfogalmazni egy másfajta kor, egy másfajta kultúra embere számára, és ennek része volt az is, hogy értelmezni kezdték azt, ami eredetileg egyszerűen csak egy elemi inspiráció volt, fogalmi rendszerek születtek, amiben megpróbálták ezt a tudást összefoglalni. De mivel ezek még mindig nagyon inspirált írások, tehát nem olyanok, mint filozófiai értekezések, és mivel, hogy valójában a védikus hagyományt foglalják össze, párolják le, tehát próbálják annak a lényegi mondani valóját filozófiai szinten is összefoglalni, ezért a indiai hagyományban ezt szintén a szentiratok részeként, mint a védikus hagyománynak, mint egy a szummázatát kezelik, és ilyen módon kanonizálták. Na most a Védántának azonban van egy másik jelentése is, és azt mindjárt elmondom, hogy mi, mert itt már látszik, hogy egy kicsit Hanvasnál, mondjuk, hogy értsük, hogy Hanvas hogy kezelt ezt a Védánta hagyományt. Valójában az a benyomás az embernek, hogy Hanvas főleg az Upanishadokból dolgozott. Tehát a 26 legfontosabb Upanishadot az saját maga lefordította, annotálta, közzétette, és ahol egyéb helyeken mondjuk a Védántáról hivatkozik, vagy használja ezt az anyagot, ott felismerhetően ő alapvetően az Upanishadokból dolgozik. És valójában ő a Véda és a Védánta szavakat szinonimaként használja, tehát gyakorlatilag felcserél, de mindig ugyanazt érti alatta, és alapvetően az Upanishadokra. Ő gyakran hivatkozik ugye úgy, hogy a Véda az őshagyomány alapja, és az alapvető tudás, de valójában mondjuk elég rég olvastam a Hanvas Béla nagy műveinek a nagy részét, de én személy szerint nem nagyon találkoztam olyan hivatkozással, amikor ő tényleg például a ősi Védából idézett volna akár egy gondolatot vagy szöveget, hanem valójában mindig az Upanishadokból, tehát a Védántából. A Upanishadokból azonban, ahogy a kultúrában ez a váltás végbe ment, hogy a kultúra elkezdett reflektálni saját magára, kifejlődött a fogalmi gondolkodás, és
a vallásokból, a szellemi kinyilatkoztatásokból filozófiák születtek, és ebből a Védántából is, tehát az Upanishadokban áthagyományozott tudásból is született egy hasonló nevű filozófiai rendszer. Ennek a filozófiai rendszernek több változata is kialakult, amelyekben vannak bizonyos közös alapok. Az első olyan szöveg, ami ezt a Védánta filozófiát lefektette, a Védánta szutráknak, vagy más néven Brahmá szutráknak nevezett szöveg volt, amit egy Baudhyayana nevű bölcs állított össze, ha jól emlékszem, akkor a időszámításunk előtti második században. És utána ebből többféle irányzat alakult ki. Ezek közül három olyan van, ami hát ismerté vált, illetve ami szélesebb körben is népszerűvé vált. Ismerni mindenki ismert, de hogy amelyek nagyobb befolyást gyakoroltak az indiai vallásra, meg szellemiségre. Ezek közül a legrégebbi az a Shankaracharya nevéhez fűződő úgynevezett Advaita Védánta. Ezekről majd a fogalmakról fogunk részletesen beszélni, csak előbb felvázolom így a kereteket, történeti kereteket. Ez a Shankaracharya, ő egy nagyon ismert személy, egy nagy hatású indiai misztikus, a saját kortársaira is nagyon nagy hatást gyakorolt. Viszonylag fiatalon, tehát rövid élete volt, de az alatt egy fantasztikus munkásságot végzett, hihetetlenül termékeny volt, az írás, rengeteg írást is alkotott, ezek ráadásul többek, mint filozófiai értekezés szintén, hamashoz tudnám hasonlítani, vagy ugye Európában Eckhart mesterhez szokták, azt szokták mondani, hogy a Shankara az indiai Eckhart, Eckhart meg a európai Shankara. A 8.-9. században él, de nem csak, hogy fantasztikus műveket alkotott, hanem gyakorlatilag a indiai vallási életet is újra szervezte, újra alapította a szerzetes rendeket, és tehát egy ilyen fajta ilyen egyházszervezői munkássága is nagyon jelentős. És ez az Advaita változata a Védántának, ezt ő tette ismert és népszerű, gyakorlatilag rajta keresztül ismerjük. Valójában azonban nem tőle származik, mert már volt egy, az alapvető gondolatai ennek a rendszernek már egy Gauda Páda nevű bölcs részéről megfogalmazást nyertek a 4.-5. században. Annak ellenére, hogy itt Európában a Védánta elsősorban Shankara munkásságán keresztül ismert, és ezen keresztül vált népszerűvé is, mert hogy ez egy nagyon izgalmas megközelítés, és nagyon gondolatébresztő, nagyon inspiráló, és minket, európaiakat talán leginkább ez a gondolati szál tud megfogni. Ennek ellenére az indiai vallási hagyományban nem a Shankarának jutott a meghatározó szerep, hanem a Védántának egy másik változata, ez pedig egy Ramanuja nevű bölcs nevéhez fűződik, aki ha jól emlékszem, a 12.-13. században élt, ennek a fordulóján, és ezt a változatát a Védántának úgy hívták, hogy Visistádvaita. Ugye az Advaita, azért közben a szavakat magyarul is elmondom, hogy ne teljesen így
értetlenül álljunk ezek előtt. A advaita az szó szerint azt jelenti, hogy kettősség nélküliség, a nem kettős tanítás. A visista advaita az pedig azt jelenti, hogy a minősített vagy minőséggel rendelkező nem kettősség tana. Ezeket majd később tisztázzuk, hogy ezek mit jelentenek. És valójában ez a Ramanuja féle irányzat lett Indiában mondjuk a legnépszerűbb, legnagyobb hatású. Sankara az mondjuk az átlagembernek túl magas, túl elvont, és noha mondjuk nagyon fantasztikus távlatokat nyit meg az emberben, de ezeket a távlatokat nehéz a hétköznapi tapasztalatainkhoz illeszteni és lehozni a mindennapokba. És ez a Ramanuja féle változat, ez egy mondjuk sokkal egyszerűbb és a hagyományos vallásos mentalitásnak jobban megfelelő értelmezése. Mindegyik az Upanishadokat értelmezi, illetve maga a Védánta szútrát, ami először rendszerezte ezeket a tanokat. De hát azért ezek a szövegek nagyon rejtélyesek, és sokféle értelmezésre adnak lehetőséget. És a harmadik meghatározó irányzata, az pedig egy Mádva nevű bölcsnek a nevéhez fűződik, aki a 14.-15. században élt, egy még későbbi változat, és ez még közelebb jön az átlagemberhez, az egyszerű emberhez, és ez már nem is advaita lesz, hanem a dvaita, a kettősség, tehát az a felfogás, ami ugyanazt a hagyományt úgy értelmezi, mint hogy a valóságban egy alapvető kettősség létezik. És különböznek a módszerek is, a gyakorlati megközelítések, amik ezekre a filozófiákra épülnek, míg a Sankara-féle, Gaudapáda-féle advaita vonalon elsősorban a megismerés jogája áll előtérben, tehát az emberi szellemnek a felemelését, a felszabadulást a világ szenvedései alól elsősorban a tudás megszerzésén keresztül látják elérhetőnek, addig a Ramanuja féle változatban már előtérbe kerül a bhakti, az odaadás, a szeretet, az Istennek való alárendelődés gyakorlata, ami hát nyilván a legtöbb ember számára egyszerűbb és könnyebb, és jobban megfelel a hagyományos vallási mentalitásnak is. És ebben a dvaita változatban pedig már teljesen csak a bhakti maradt, szinte mint egyetlen járható vagy megengedett út. És ez a változat a Védantának nagyon közel került tulajdonképpen a vallásnak ahhoz a felfogásához, amit mi a saját európai hagyományainkból ismerünk. Tehát, hogy a kettősség utal arra is, hogy többek között, hogy az Isten és mi az nem kapcsolódik össze, hanem két teljesen különböző lényegiség, ahol természetesen az Isten az abszolút, a főhatalom, és hogy mi az egyetlen út számunkra, az egyetlen lehetőség számunkra, hogy hozzá fohászkodjunk, őt imádjuk, és a szerencsénk van, akkor az ő a kegyelme által hát felszabadít, vagy boldogsághoz segít bennünket. A Ramanuja féle Védánta az képezi egyébként a Vaisnava hagyománynak az alapját, és hát ez Indiában a legelterjedtebb, ugye a Vishnu hívők. Gyakorlatilag az a Ramanuja filozófiára épül, illetve
Ennek is aztán történetileg, azt most már annyira nem akarok belemenni, mert elkanyarodna a témától, de nagyon sok speciális vagy részi iskola szakadt le ebből, amik ennek ilyen-olyan változatait tanítják, és többek között, aki a hinduizmusnak ez a modern változat, ami nálunk is ismert, a Krishna tudat mozgalom, az is ennek egy innen mondjuk leágazott hajtása. Tehát ennyit mondjuk a történetről, és akkor most nézzük meg, hogy mivel is foglalkozik ez a Vedanta. Belekezdenék annyit Hamvashoz, mivel azért elsősorban ugye az ő kapcsán foglalkozunk ezzel, hogy természetesen Hamvas is, mint európai, mint látnok, mint művészember, és ő is a Sankarácsárja féle vonal volt, ami őt igazán inspirálta, és amivel egyáltalán foglalkozott. Az Upanishadokon kívül szerintem valószínűleg nem is olvasott másfajta Vedanta szövegeket, tehát más hagyományokból. Na akkor, tehát hogy mivel is foglalkozik ez a filozófia. Vannak az indiai hagyománynak bizonyos általános fogalmai, meg kérdésfeltevései, ami a Vedantára is igaz. És vannak olyan fogalmak, megközelítések, amik ezen belül megkülönböztetik a Vedantát az egyéb indiai hagyományoktól, és a Vedanta különböző iskolái között is vannak bizonyos különbségek, amik vagy csak az egyik, vagy a másik iskolában találhatók meg, úgyhogy az általánostól haladunk a speciális felé, és azt a kérdést vizsgáljuk meg először, hogy ami a közös az egész indiai hagyományban. Hát ez alapvetően az indiai hagyomány, az alapvető kérdés, amiből kiindul, az, hogy ott van az ember, ugye, az én, itt vagyok én, a lélek, az alany, a tudat, és ott van a világ. Ugye? És ennek a kettőnek a viszonyát egyrészt valahogy szeretnénk értelmezni, megérteni. De ami különösen égetővé teszi, hogy tisztázzuk ezt a viszonyt, az, hogy a tapasztalati valóság, amiben élünk, az, hogy ez a kettő, amit tapasztalati tény, ez a kiinduló pont, ugye tudunk magunkról, átéljük. Van egy tudomásunk arról, hogy létezem, és tudok a világról is, ugye ezt is ott van a szememben, a fülemben, a kezemben. De hogy a kettőnek a viszonya az problémás. Ugye feszültségektől terhes. Ez szintén, ugye, tehát ez a két mondjuk alapelem, vagy alaptényező, hogy ez mindegyik indiai hagyomány ebből indul ki, és a problémát is egyformán felismerik ezek a hagyományok, hogy ezt a kettő közötti feszültséget, ezt úgy határozza meg az indiai hagyomány, hogy dukkha, ami olyasmit jelent magyarul, hogy megbillentség, vagy kibillentség, zavarodottság, szenvedés, megrázkodtatás. Tehát, hogy valami alapvetően nem stimmel. És ha most mondjuk tapasztalati szinten
feltesszük a kérdést, hogy mi nem stimmel, tehát hogy éljük át, mi a problémánk a önmagunkkal, mi a problémánk a világgal, vagy a kettő viszonyával, akkor ezt mondjuk hamvas szavaival többféleképp meg lehet fogalmazni, de Hamvas Béla ezt úgy fogalmazza meg, hogy kényszer alatt vagyunk. Ugye, tehát, hogy a világ az számunkra egy kényszer, úgy éljük át. Nem vagyunk szabadok. Nem azt érezzük, gondoljuk, tapasztaljuk, amit szeretnénk, amire vágyunk, ami boldoggá tenne bennünket, vagy kényensúlyozottá tenne bennünket, hanem kényszerítő erőket tapasztalunk, kiszolgáltatottságot tapasztalunk, függőséget tapasztalunk, erőtlenséget tapasztalunk, tehát úgy az a érzésünk, mintha ez a világ, ez egy óriás lenne, aki minket fogjul ejtett, akivel nem bírunk el, aki felülkerekedik rajtunk. És ezt a kényszert, kiszolgáltatottságot, és az ennek következtében keletkező boldogtalanságot és szenvedést nevezi az indiai hagyomány szanszárának. Szanszára olyasmit jelent, hogy örvénylés, a forgatag. Benne van a mozgás, ugye a dinamizmusa, de benne van a sodródás, a kiszolgáltatottság is olyan erőknek, ami hát kívül esik a hatáskörünkre. És a mindegyik indiai hagyománynak az alapvető törekvése, hogy egyrészt megértse ennek a kettőnek, az énnek és a világnak a viszonyát, illetve hogy honnan, mi ezeknek a feszültségeknek, ezeknek a problémáknak az oka, megértsük a szanszárát, és hogy megtalálja azt az utat, ahol ez a feszültség feloldható, ahol azt ki tudunk a szanszárából szabadulni. Na most a indiai hagyományt, azt, amikor már mondjuk filozófiai megfogalmazást nyert, és kialakultak a különböző iskolák, amelyek ezekre a kérdésekre választ kerestek, hat fő csoportba, vagy mondjuk vonalba sorolták, amelyeket elfogadtak, mint a világ, vagy a élet értelmezésének és a boldogság, vagy a felszabaduláshoz vezető útnak érvényes tanítását, és ezeket úgy nevezték el, hogy darsana, a hat darsana. Ez a szó sok mindent jelent, ebben az összefüggésben, mint filozófiai rendszer, vagy mint szellemi hagyomány, úgy lehetne fordítani, hogy szemlélet. Tehát, hogy hat szemlélet, vagy megközelítés a dolgokra való tekintésnek olyan módja, ami hozzásegít bennünket ahhoz, hogy megértsük a valóságot, megértsük a helyzetünket, és el tudjuk érni a felszabadulást a problémák alól. Bár ezek a darsanák, mondjuk a kultúrtörténelmi, mint filozófiai iskolák jelennek meg, valójában a név is arra utal, hogy ezek nem csak gondolati iskolák voltak, hanem egyszer mint gyakorlati utak is, gyakorlati módszereknek és tanításoknak a gyűjteménye. És az elnevezés talán arra a felismerésre utal, hogy ami szintén egy közös kincse az indiai hagyománynak, hogy
a szenvedés és a problémák oka az valahol a látásmódban rejlik, a magában a tudatban, hogy az emberben gyökerezik a szenvedés. És ezért a tudat átalakítása jelenti az utat, és azt, hogy megváltozzon a világhoz való viszonyunk, önmagunkhoz való viszonyunk. És a Védánta az egyike volt ennek a hat dársanának. Konkrétan ugye ezek a hat dársana a következők voltak, ha valakit érdekel, a nyája, mi a helyes gondolkodásra tanított elsősorban. Mivel hogy nagyon sok előítéletünknek, problémánknak, hamis tudatnak, téves véleménynek, amikből aztán életgyakorlat hibás döntések fakadnak, az alapja az, hogy nem tudunk helyesen gondolkodni. És a nyája az ezt igyekezett korrigálni. A másik ilyen darsana volt a Vaisheshika, amit ma talán úgy lehetne értelmezni, mint természetszemléletet, természetfilozófiát, és alapvetően a világ mondjuk megértésével, megismerésével foglalkozott, de hogy ezen keresztül is természetesen a saját viszonyunkat is átalakította a világhoz. A harmadik és a negyedik, az két egymással rokon sok szempontból hasonló hagyomány volt, amiről már beszéltünk itt ebben a körben, és a jóga és a szánkja. És a ötödik volt a Purva Mimansa, amely egy olyan hagyomány volt, ami még talán a jogász képest is kevesebb volt a filozófia, ez kimondott egy gyakorlatias megközelítés volt, ami a ritusok művelésén keresztül próbált eszközöket adni ahhoz, hogy megváltozzon a világról alkotott képünk és a világban való jelenlétünknek a módja. Tehát a rítus az nem egyszerűen csak egy, nem tudom én, szerepjáték. Nem csak arról van szó, hogy nem tudom, hogy egy közösségben kitalálunk bizonyos gesztusokat azért, hogy tudjuk, hogy mi összetartozunk, hanem a rítuson keresztül is értelmezni tudjuk a valóságot. Értelmezni tudjuk önmagunkat, a világot. Egy nem fogalmi úton. Nem? Az ember nem csak gondolatilag ismeri meg a világát, sőt, sokszor azok a dimenziók, hogy milyen látomásunk, milyen érzéseink vannak a dolgokkal kapcsolatban, az sokkal elemibb és nagyobb erejű, jobban befolyásolja a tudatunkat, mint az, hogy mit gondolunk dolgokról. És a rítusok, ezek olyan gyakorlatok, amelyek ezen a mélyebb szinten hatnak az emberre, tehát átalakítják a világról alkotott látomásunkat, és az önmagunkról alkotott látomásunkat is, és ennek a tudománya volt ez a Purva Mimamsa, és a hatodik volt az Uttara Mimamsa. A Purva azt jelenti, hogy az ami az elején van, ugye az első, a Mimamsa az megvizsgálódást jelent, tehát az első vizsgálódás, ami az út elején van, és az Uttara Mimamsa az meg a végső, ugye ami a végső vizsgálat, ahogy adók a végső nézőpontban mutatkoznak, és ez volt a Védánta. Tehát tulajdonképpen az Uttara Mimansa az a Védántának egy másik elnevezése. Ezen kívül még természetesen mi az indiaiak nagyon szerettek agyalni, és imádták a rendszereket, millióféle filozófiai rendszer létezett. Azért lett ez a hat, ami elfogadtak és kanonizáltak, mint szent hagyomány, és
hiteles spirituális hagyomány, mert ezek mindegyike elfogadta a védákat, mint kinyilatkoztatást, mint kiinduló pontot, a védák tanításait, és ezen belül is különösen a Upanishadokat. Ugye a Upanishadok szó szerint azt jelenti, hogy közelülés, és arra utal, ugye úgy szokták fordítani ezt a nevet, mint titkos tanítás, mert hogy úgy jön az elnevezés, hogy ezeket a tanításokat annak idején még le se írták eleinte, és nem is tanították nyilvánosan, mert olyan meghökkentő és megrázó, nehezen érthető dolgokat is tartalmaznak, hogy a mester csak a kiválasztott tanítványoknak tanított, és úgy, hogy a fülükbe sugtat, ugye? Tehát ez pedig jó közel kellett ülni hozzá. De valójában arról van szó, amire ugyanúgy nekünk is van egy szavunk, sajnos már elkoptatott értelemben, ugye az ezoteria. Hát ma már, nem tudom én, hogy a auralátást hívják ezoteriának, de eredetileg ez azt jelentette, hogy a belső tanítás, a belső vagy végső, tehát a tanításnak az az oldala, ami nem a láthatóról szól, ami nem abban az értelemben titkos csak, az, hogy most mennyire titkolták, az a történelem különböző korszakaiban változó lehetett, ma már egyáltalán nem titkolják ezeket, és azt hiszem, hogy mégse biztos, hogy sokan értik egyáltalán, hogy miről van szó. Tehát a titkossága az nem feltétlenül az átadásnak a korlátaira utal, hanem arra, hogy ezekben a tanításokban a valóságnak olyan tényezőiről esik szó, amelyeket nem tudunk kívülről tapasztalni. Nem tudunk látni, hallani, megfogni. Gyakran olyasmiről van szó, amit még fogalmilag sem tudunk, vagy csak nagyon nehezen meghatározni, vagy egyáltalán nem, vagy amiről maga a hagyomány is kijelenti, hogy ez értelmezhetetlen és meghatározhatatlan, és hanem csak intuitíve rá lehet érezni, vagy át lehet élni, vagy aki tudja, hogy mi, hogy az tudja, aki meg nem tudja, az nem is fogja soha megtudni, akármennyit olvas róla, mondjuk, vagy akármennyi tanítást hallgat. Na most a Védántában ez a titok, ugye, ahonnan a Védánta megközelíti ezt a problémát, az én, a lélek és a világ közötti feszültséget, hogy azt mondja, hogy ez egy olyan ellentét, amit ebből a kettőből kiindulva nem lehet feloldani. Tehát, hogy a tudat és a világ az olyannyira lényegileg különbözik egymástól, olyannyira más minőség, hogy nem is tudjuk kapcsolatba hozni ezeket. Nem lehet feloldani, mert nem tudjuk megtalálni a közös felületet, ahol ezek egymásba átfordulhatnának. Például ilyenre gondolunk, hogy a tudat az szubjektum. Az, ami tapasztal. De nem tudjuk, hogy mi tapasztal. Teljesen meghatározhatatlan. Ugye nincs formája, nincs szaga, nincs íze, nincs tapintása. És nem lehet megmondani róla, hogy micsoda, ami a legrosszabb. Ugye? A
világ pedig az meg tárgy. Teljesen más minőség. Ugye nem is, tehát olyan a szubjektumhoz képest, mint hogyha halott lenne, mint hogyha teljesen sötét lenne. Miközben a szubjektumot, a tudatot úgy tapasztaljuk, mint hogyha valami világos lenne, valami világosság lenne. Tehát hogy tudjuk egymásra vonatkoztatni a szubjektumot és a tárgyat? Ugye a megfoghatatlant és a konkrétot, a formát. Az egyikben minden meghatározott, ugye, mint egy gépezetben, úgy képezi a világ a maga hálóját, a szövedékét, a tudat meg olyan, mint a tér, ugye, hogy nincsenek határai, és nincs semmi, ahol bele tudnánk valamit akasztani. Tehát mivel ezt a kettőt nem csak megérteni sem lehet, nem csak hogy kezdeni valamit a viszonyukkal önmagukban, hiszen még azt sem tudjuk megérteni, hogy ez a fantasztikus szubjektum, ugye a világosság, ami bennünk van, miért kerül, hogy kerül abba a helyzetbe, hogy fogjul esik a szanszárának, fogjul esik a tárgyaknak, a dolgoknak. Hogy tudnak ezek a durva dolgok kényszerítő befolyást gyakorolni valamire, ami annyira finom, hogy hát hogyha nem tudom, ha nincs alakja, akkor hol akadnak bele a tárgyak, ugye? Ha nincs íze, szaga, nem lehet meghatározni, akkor hol fejti ki a világ a szubjektumra ezt a szörnyű hatást, amivel békjóban tart bennünket és gyötör bennünket. És ugyanúgy persze a másik oldal is, mert ugyanakkor arról is van egy tapasztalatunk, hogy mint szubjektum mi magunk is ugyanakkor hatással vagyunk a világunkra. Ugye ez függünk a világunktól, és ezt a függőségi viszonyt ebben, hogyha még akkor is, hogyha kiszolgáltatottnak érezzük magunkat, mégis saját magunk is alakítjuk. De hogy tud ez a megfoghatatlan, térszerű valami, ugye, ami a lélek, vagy amit az ember a saját lényegének érez, hogy tud mondjuk rácsatlakozni, erőt kifejteni olyasmire, ami egészen más közeg, ugye a megfogható és konkrét dolgoknak a közege. Ez egy nem egyszerű probléma. Ugye az, hogy ki milyen válaszokat adott erre, az már maga, vagy te milyen irányba próbálta feloldani ezt a dilemmát, ez maga az egyes hagyományokra jellemző vonás volt. Például talán emlékeznek, amikor a jógáról beszéltünk, ott úgy oldották ezt meg, hogy azt mondták, hogy nincs is köze egymáshoz a kettőnek, hogy valójában a szellem, mi az egyéni lélek, a purusa, vagy így nevezték el, a purusa az mit jelent, hogy emberi lényeg, az valójában teljesen, tényleg teljesen más minőség, mint a természet, a világ, ugye a prakriti, és hogy minden, amit átélünk, a történelem és az egyéni történetünk és a sok szenvedés, küzdelem, azt valójában nem is éljük át. Vagy az nem a purusa éli át, hanem csak azt hiszük, hogy ezt mi éljük át. Valójában ez mind csak a világon belül történik, de az, akik mi valójában vagyunk, az nem a világban van. Hanem csak, és ugye itt van a probléma, hogy mint egy valamilyen rejtélyes módon
lekövetjük azt, ami a természetben történik, és azt hiszük, hogy velünk történik. Hasonlóan ahhoz, mint ahogy mikor elmegy az ember a moziba, és lekapcsolják a fényeket, és ott levetítenek egy izgalmas filmet, akkor előfordulhat, hogy annyira beleéljük magunkat, hogy meg is feledkezünk arról, hogy mi csak nézők vagyunk, ugye, és akkor valaki mond egy ökörséget, akkor hangosan haltázunk meg, ha valami szomorú történik, elsírjuk magunkat, tehát leképezzük azt, ami önmagunkban, ami a vásznon történik, de közben valójában nem velünk történik, mi csak nézzük. És ugye a jóga meg a számkja darsana is erre a következtetésre jutott, hogy hát mert nem lehet, tehát azt nem lehetne megmagyarázni, hogy ha ténylegesen részei lennénk ennek a világnak. Tehát abból feloldhatatlan ellentmondások jönnének, hanem úgy gondolták, hogy a purusa, a lelkünk valódi lényege, az csak egy ilyen néző, aki annyira beleérte magát éppen ebbe, amiben most vagyunk, hogy azt hiszi, hogy vele történik mindez. Miközben a természet az meg egyszerűen egy mozigépész, aki lejátszik különböző cselekményeket. Na most ez egy elég mondjuk meredeknek tűnik így első pillanatra, de végül is van benne rendszer. Ugye? Tehát ha az ember úgy logikusan végig gondolja, akkor végül is miért ne lehetne pont így. Ugye? Tehát nem tudjuk kizárni. Csak akkor tudnánk meg, hogy tényleg ez a helyzet, ha felkapcsolnák a villanyt, egyszer csak észrevennénk magunkat, hogy mi csak, tényleg csak nézők vagyunk. De ez egyelőre, amíg nem történik meg, az egy kérdés. Minden esetre a jóga és a számkja az annyira komolyan vette ezt a mondjuk felismerését, hogy amire persze a kinyilatkoztatásban, és az Upanishadokban vannak támpontok, vagy mondjuk útmutatások, ami megerősíti, hogy csupa olyan gyakorlati módszert is dolgoztak ki, ami elősegíti ezt, hogy mint nézők magunkra ébredjünk, és észrevegyük, hogy nem is vagyunk ott, csak hisszük azt, hogy a világban vagyunk, és valójában egyáltalán nem vagyunk alávetve annak, ami ott történik. Konkrétan a jógában például a módszer az, hogy le kell egyszerűsíteni a történetet. Tehát, hogy a filmet olyan unalmassá kell alakítani, a sugalmazásunkkal, meg tehát, hogy bár nem veszünk részt benne, de ez egy ilyen, ma már vannak ilyen filmek, hogy interaktív film, ugye, vagy video on demand, hogy bele tudunk szólni. Tehát ha nem veszünk részt benne, de megfelelő gombok nyomásával tudjuk szabályozni, hogy a cselekmény merre menjen tovább. És a jóga módszere az azt csinálja, hogy a cselekményes filmet, amiben állandóan izgalmas dolgok történnek, nagyon sok minden, és ezért a figyelmet állandóan leköti, azt átalakítja egy unalmas filmé. Elmegy a barlangba, ott hagyja a családot, ott hagyja a munkáját, csak nézi a falat a barlangba, megállítja az életfunkcióit, ugye a testi funkciókat is, és abban a nagy semmi történésben, az olyan, mintha a moziban, ugye, folyamatosan már csak fehér vásznat mutatnának, egy idő az ember ugye előbb-utóbb észreveszi, mert már nem köti le annyira a figyelmet a történés. Ugye a történés az a karma, a bonyolítás, a választásaikon keresztül állandó következmények előidézése, amik a figyelmünket továbbra is ott tartják. Tehát, hogyha ebből kihúzódunk, akkor kapunk egy esélyt arra, hogy észrevegyük, hogy az a jógi, aki ott üldögél a balonkba és nézi a falat, és akivel még mindig azonosulunk, azt hiszük, hogy mi vagyunk a jógi, de hogy észrevehetjük esetleg, hogy ez az unalmas jógi is valójában az sem én vagyok, hanem csak egy tükör, amiben látom önmagam, és akkor ott van egy lehetőség a felismerésre. Tehát
A joga az következetesen ezt a filozófiai, ezt a szemléletet, mert ez több, mint filozófia, ezt a világlátás, ezt a látásmódot, szemléletmódot következetesen alkalmazza a gyakorlati módszerében is. Ugyanez a Samkhyánál is megvan, tehát csak a Samkhya nem alkalmaz bonyolult joga gyakorlatokat, mert azt mondja, hogy egyszerűen kezd el így nézni a dolgokat, hogy állandóan emlékeztess magadat, hogy ez nem én vagyok, ez... Aki nézi ezt, az alany, aki az alany, az nem a valóságos résztvevője a természeti folyamatoknak, a világ az öntudatlan, és én csak valahogy beleragadtam ebbe, és a Samkhya azt mondja, hogy ez is elég ahhoz, hogy egy idő után fölismert, hogy mi a helyzet, és akkor megszabadulsz. Most ez mind szép, mind jó, és még az is elképzelhető, hogy egy bizonyos fokú szabadság elérhető ezen keresztül, de azért van egy alapvető probléma ebben a Samkhya joga filozófiában, hogy ugyanis ugye a purusa, a lélek, az ő elképzelésük szerint, illetve összehangban a tapasztalatokkal, az valami teljesen steril, teljesen mozdulatlan, és teljesen transzcendens, mindenen túl van, miközben a prakriti, a természet, aki meg előadja a műsort, az meg teljesen öntudatlan, tehát aktív, de nincs benne eszmélés, mert az eszmélés az a purusának a sajátossága, hogy mégis hogy tudnak ezek úgy egymásra hangolódni, mi az a közvetítő közeg, ami lehetővé teszi, hogy például egyáltalán, hogy a purusa nézze azt a filmet. Hogy belefeledkezzen az előadásba, hogy egyáltalán érzékelje az előadást, hogy mit csinál a prakriti. És honnan tudja a prakriti, hogy a purusán melyik videót kéri, hogy neki mihez van éppen kedve. Ugye? Hogy a döntések alapján, mert azt viszont szintén tapasztalatból tudjuk, hogy befolyásolhatjuk. Hát hogyha én nem tudom, én holnap hozok egy döntést, akkor az a következő 40 évre esetleg, vagy még tovább, akár következő életekre következményei vannak, és alakítja a tapasztalataimat. Tehát valahogy hiába más lényeg tapasztalatilag a lélek, a tudat, az eszmélés, mégis valahogy hatni tud a természetre, ami egész más. És ezt nem tudja megválaszolni a joga számkja továbbra sem. És ugye itt jön be a Védánta. A Védánta azt mondja, hogy hát vannak más megközelítések is, de nem akarok nagyon elkalandozni. A Védánta azt mondja, hogy kell egy harmadik, tehát hogy pusztán a kettőből nem lehet megérteni a valóságot. És a Védánta, ez a harmadik, amit a Védánta behoz, azt mondja, amiben fel lehet oldani ezt a áthidalhatatlannak látszó ellentmondást alany és tárgy között, én és világ között, ez az Isten. Úgyhogy, hát indiaiul persze másképp hívják, Brahmannak hívják, illetve vagy Isvarának, ugyancsak mind a kettő szerepel a Védántában. Az advaita az gyakrabban inkább ezt a Brahman elnevezést használja, de másik iskolákban ott az Isvarát is gyakran szinonimaként használják erre. Tehát no, jól lehet, az Isten az nem egy közvetlen tapasztalata az embernek általában. Lehetnek, nem tudom, Isten élményeink, vagy különleges ráébredéseink, de mondjuk hétköznapi életben, alapesetben ez nem egy
közvetlen tudás, nem úgy, mint ahogy tudunk az énről és tudunk a világról, azok közvetlen tapasztalatok. De mégis be kellett vezetni, tulajdonképpen közvetve az, hogy az alany és a tárgy, az én és a világ viszonya feloldhatatlan, ha csak ez a kettő van, ez közvetve, mint egy bizonyítéka is annak, hogy kell legyen az Isten is, mint harmadik. Tehát, hogy valami olyan principium, vagy alap tényező, ami mind a kettőn túl van, és vagy mind a kettőt megalapozza, és ami ezáltal lehetővé teszi ennek a kettőnek az integrálását, egybefoglalását, illetve a kettő viszonyának a tisztázását. És ha ezt lehetővé teszi, akkor ezen túlmenően nyilván lehetővé teszi a szabadulást is, tehát azoknak a problémáknak a feloldását, ami a kettőnek a viszonyából keletkezik. Úgyhogy a Védánta is egy olyan hagyomány, ami ennek a háromnak, tehát Istennek, az egyéni léleknek és a világnak, a természetnek a viszonyával foglalkozik, és természetével egymáshoz képest elfoglalt helyükkel foglalkozik. Ugye azért Isten, mert Isten az, ami rendelkezik egyrészt a szubjektív minőséggel, tehát valami szellemi, mert ha kell, hogy szellemi legyen, hiszen ha nem az lenne, akkor nem tudná az egyéni lelket, az egyéni öntudatot magába foglalni. És ugyanakkor ő az, aki a világot is magába tudja foglalni, akár ha úgy képzeljük el, mint a világ teremtőjét, vagy működtetőjét, vagy akár mondjuk az indiai hagyománynak a magasabb iskoláiban még inkább előszeretettel használtak egy olyan panteista elképzelést, hogy az Isten nem egyszerűen csak teremti a világot, hanem tulajdonképpen magára ölti a világot. Ugye? Tehát, hogy valójában a kell legyen, mert hogy most ugye mit is értünk Isten alatt, erről valahogy erről kell beszélnünk, hogy kell legyen valami olyan egybefoglaló végső lényeg, amely az alanyt is, a személyes öntudatot is magába tudja foglalni, és a világot is önmagába tudja foglalni. És a Védánta, mivel hogy ez a kérdésfeltevés, ahonnan kiindult, ez szükségessé teszi, egy olyan istenképet dolgozott ki, ami, tehát a végső valóságra egy olyan elképzelést alkotott, ami valóban magába foglalja az öntudatot is, és magába foglalja a természetet, a világot is. Érdemes mondjuk ezeknek a neveit is megjegyezni, ugye, hogy ez a Rishima Honvas maga is gyakran használja a szanszkrit kifejezéseket, részint ha olvasunk erről a témáról, ott általában ezeket nem szokták így lefordítani. Az Istent, a végső valóságot, azt már említettük, a Brahman, egyéni lélek, azt pedig Atmannak nevezik szanszkritul. Ez szó szerint úgy lehetne talán fordítani, hogy önvaló. Az önmagam, az igazi önmagam. És a amikor abban a
Összefüggésben beszélünk róla, hogy konkrétan az én egyéni önmagam, akkor ez dzsívának vagy dzsívátmának hívják. Ami a lény, a dzsíva az lényt jelent, tehát a született lény, tehát a lénynek a magva, a lénynek a valódi természete. És beszélünk paramátmánról is, az pedig azt jelenti, hogy a legmagasabb önmagunk, ami az Istenben, a Brahmanban benne foglalt öntudat. Ugye? Tehát az Isten maga, mint öntudat. És hát a világ az a prákriti, de ez is kap egy új elnevezést a Védantában, egy új nevet, használják a prákritit is, de mivel a nevek beszédesek, fontosak és teremtik a szemléletünket és a szemléleten keresztül a valóságot is, ezért fontos szerepük van, és ez az új név, ami egyben kifejezi ennek a Védántának az egyik alaptanítását, ez az összes Védánt iskolára igaz, ugye és az Upanishadokban már megfogalmazódó egyik lényegi tanítást, hogy a világ az mája. Mája azt jelenti szó szerint, hát káprázatnak szokták fordítani, vagy illúziónak, de Hanvas ezzel sok helyen foglalkozik, vagy a Mája című tanulmányán kívül is, és helyesen mutat rá arra, hogy ez nem illúziót jelent a érzékcsalódás értelmében, hanem sokkal inkább a etimológiailag is a májá szónak a mágia, ugye a görög mágia szóhoz van köze, hogy a világ nem egyszerűen csak káprázat, hanem egy varázslat. Most ennek nagyon komoly következményei vannak, hogyha az ember ezt elkezdi végig gondolni, de már is az első ilyen következmény, hogyha ezt a elnevezést elkezdjük használni a prákritire, akkor rögtön szükségszerűen beleütközünk, hogyha a varázslat az azt jelenti, hogy akkor végsősorban voltak éppen nincs is. Ugye? És ugye itt most ebből már látjuk, hogy mondjuk egy átlagember számára, vagy egy hétköznapi életben ez nem egy olyan könnyen befogadható, vagy megérthető tanítás. De ugyanakkor azt is el kell ismernünk, és Hanvas is ebből indítja például az erről szóló tanulmányát, hogy ugyanakkor ez maga ez a gondolat hihetetlenül izgalmas is. És hogyha valaki gondolkodó ember, akkor nem is tud kitérni az elől, hogy ebből bele ne ütközzön, ebből a borzongató sejtésbe, hogy mi van akkor, hogyha ez egész nem is igazi. És ha belegondolunk, tényleg nem tudhatjuk, hogy igazi-e. Tehát végül is az ember olyan sok mindent átél, amiről később kiderül, hogy nem volt alapja. Ugye? Megsértődünk dolgokon, amiről később kiderül, hogy nem is úgy gondolták, vagy el se hangzottak. De az még lehetne mondjuk egy érzékcsalódás, de amikor éjszaka álmodunk, akkor is átéljük a fantasztikus kalandokat, meg mindenféle élményeink vannak, amit teljesen mindaddig, amíg álmodunk, valóságnak hiszünk. Viszont amikor reggel fölébredünk, akkor teljesen nyilvánvaló, hogy az egésznek nem volt semmi alapja, hanem csak elbűvöltek bennünket a saját tudatunknak a belső képei. Ez egyébként a Védánta használja is ezt az álom hasonlatot. Sőt, hát lehet mondani, illetve meg is fogalmazódik így, hogy ebből a nézőpontból a világ
valójában nem más, mint az Isten álma. Ezt a gondolatot egyébként, bár az, hogy a dolgok nem valóságosak, amit átélünk, hanem csak mint egy varázsképek vagy bűvképek, ezt a buddhizmusban, a Mahayana buddhizmusban is megjelenik, de azért még a Mahayana buddhizmus sem viszi ezt ilyen radikálisan végig, mint a Vedanta. Ugye? Tehát a Mahayana buddhizmusban is még arról, hogy amikor az élet álomszerűségéről beszélünk, akkor az alapvetően nem azt jelenti, hogy nincs, hanem azt, hogy félreértjük, tehát inkább az érzékcsalódás értelmében tekinti a buddhizmus ezt a kérdést. Tehát nem is tudom, hogy létezik-e más hagyomány, szakrális hagyomány, amely ennyire következetesen ezt a gondolatot végigviszi, mint a Vedanta, hogy valóban egyáltalán nem is létezik ténylegesen, hanem az egész csak az Isten álma, és Hanvas, akinek a más, tehát ő integrálja más hagyományokat is, és főleg ugye Jakob Böhme nyomán, ő egy új szót is alkalmaz erre, amit mondjuk a Vedantában nem szerepel, de tulajdonképpen korrekt, mert nagyon jól ragadja meg a lényegét, tehát hogy Hanvas azt a szót használja erre, hogy imagináció. Ugye? Tehát, hogy a világ az a Brahmannak, az Istennek a imaginációja. Megjelenik ugyan, látjuk, átéljük, de nincs, nem szubstancia, ugye? Tehát nem jelenik meg valóságosan. Itt van tehát ez a három alapvető principium, ugye az Atman, az én magam, a Isten, a Brahman, és a világ, ami valójában a mája. Kérdés, hogy mi ezeknek a viszonya, és hogy bontakozik ki ebből a viszonyból a szanszára, tehát hogy kerül az Atman a kényszerek alá, hogy kerül a képeknek a bűvkörébe, hogy varázsolódik el ebben a imaginációs folyamatban, és hogy lehet felszabadulni ebből, hogy tudja visszanyerni a valódi tiszta természetét, és felszabadulni a kényszerek alól. Most az, hogy ami a viszonyt illeti, ott jutunk el arra a pontra, ahol a különböző Vedanta iskolák hát eltérően foglalnak állást, mert bizonyos dolgok ugyan kiderülnek az Upanishadokból, de hát bizonyos dolgok homályban maradnak, és ugye, későbbi értelmezésekre vannak bízva. És az advaita iskolák, tehát ebben most beletartozik a Shankara féle és a Ramanuja féle iskola is, ők úgy foglalnak állást, hogy nincs kettő. Tehát, hogy valójában ezek mind, hogy ezekben, ebben a háromban nincs kettő. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy a mája az eleve nem valóságos, tehát nincs is. Tehát semmiképp nem különbözik mondjuk a Brahmantól, hiszen az ő imaginációja, varázslata. Akkor elvileg maradna kettő, maradna az egyéni lélek, a dzsíva, és maradna az Isten, mint szubjektum, ugye az egyetemes szubjektum, ugye a paramátma. És az advaita iskolák úgy foglalnak állást, hogy ez a kettő sem kettő. Vagyis, hogy az egyéni lélek és az Isten az valójában ugyanaz. A európai filozofusok meg vallástörténészek ezt a fajta világképet, tanítást monizmusnak nevezik. Monizmus azt jelenti, hogy az egység tanít, egy végső lényeget tanít.
ugye szembeállítva a dualista felfogásokkal, a kettősségen alapuló felfogásokkal, amik szerint mondjuk vannak különböző principiumok, mint tudat és test, szellem és anyag, Isten és természet. Tehát a monista felfogások azok egy végső principiumot fogadnak el érvényesnek, és a másikat azt valahogy vagy ennek a részeként értelmezik, vagy megnyilvánulásaként értelmezik, vagy úgy, mint ebben az esetben a nem létezőnek, nem valóságosnak tekintik. Na most Hamvas ezt átveszi, ezt az elnevezést, és nagyon gyakran úgy értelmezi ezt az advaita felfogást, hogy a végső valóság az egy. Ebben a szempontból meg kell azért mondanom, hogy én személy szerint ebben nem értek egyet Hamvassal, tehát én nagyon szeretem a Hamvas, és nagyon inspirál, de azért nem tudok minden részletben vele egyet érteni. Ugyanis az indiai tanításoknak a szóhasználata annyira precíz, és erre a szanszkrit nyelv még lehetőséget is biztosít, mert egy olyan nyelv, ami számunkra elképzelhetetlen árnyalt és gazdag a szellemi folyamatok, jelenségek leírását tekintve. Tehát, hogyha ők ezt a tanítást úgy értették volna, hogy a végső valóság az egy, akkor azt mondták volna, hogy egység. Ugye, hogy akkor valami éka, éka jelent az egyet, és akkor ékatva mondjuk, akkor nem advaita védánta lett volna belőle, hanem ékatva védánta. Ugye azt mondja, van-e ott a végső lényeg, és az egy. Egyébként a Hamvasnak ezekkel a számmisztikai fejtegetéseivel máshol is érdemes azért kritikusan bánni. Még akkor is, ha inspirál bennünket, az nem biztos, hogy mindig egybeesik azzal, ahogy azt gondolták. Például, amikor levezeti a természetiben mondjuk meginkarnálódó, megjelenő dzsívának a kibontakozását, akkor ezt ő nagyon helyes egyébként, mert az egész számkja ezen alapul. Ő ennek a kibontakozásnak, tehát a világban való megjelenésnek az egyes szakaszait számmisztikai principiumokkal hozza kapcsolatba. De az, ahogy ő ezt összekapcsolja, az nem felel meg valójában az indiai gondolkodásmódnak, mert például a Hamvas, ezt most csak így érdekességként fűzöm közben, bár kapcsolódik a témához, mert a Védántáról szól írásában szerepel konkrétan ez az elemzés, hogy ő a természetet tekinti a kettőnek, tehát a purusát tekinti az egynek, a természetet tekinti a kettőnek, és akkor a buddhi lesz a három, ugye, és akkor az ahamkára lesz a négy, ezeket mindjárt elmondom, mit jelentenek, és az ötödik lesz a manasz, ezek a dzsívátma, az egyéni lény megtestesülésének, vagy világban való megjelenésének a különböző burkai, ahogy ez a varázslat kibomlik, ugye, ahogy ez ahogy megalkotja a lélek önmagáról ezt a látomást, ott különböző, mint ahogy amikor a színész beöltözik, ugye, először leveti a utcai ruháját, bemegy mesztelen az öltözőbe, és akkor először, nem tudom én, attól függ, hogy milyen szerepet kell eljátszani, akkor felölti a köntöst, akkor királyi koronát tesz magára, nem tudom én, páncélvértet vesz fel. Tehát, hogy felveszi azokat a kellékeket, amelyekre szüksége lesz ugyanúgy. Amikor az átman elindítja a varázslatot, ugye belebocsátkozik az imaginációba, ahol kibontakoztatja az ő történetét, akkor különböző ilyen öltözékeket és kellékeket vesz fel magára, és ezek, amiket felsoroltam. És utána jönnek az érzékszervek és a cselekvő képességek, ugye ezek a
fegyverek és szerszámok. És akkor mi van, hogyha a Manassze eljutunk az 5-ig, akkor utána ugye ott van az érzékszervek a 6, cselekvőszervek a 6. Ugye, és itt már mondjuk annyira viszont nem, valószínűleg a már például a feltézem, hogy hanvas konkrétan például a számkövárik, hát nem biztos, hogy elolvasta, hogy mondjuk tisztában lett volna ezekkel, de mondjuk ha valaki jobban ismeri egy kicsit az indiai hagyományt, akkor itt már ráébred az ellentmondásra, hiszen az indiai hagyományban 5 érzék van és 5 cselekvőszerv, tehát nyilvánvaló, hogy akkor az mégiscsak számmisztikailag az 5-ös számhoz kellene, hogy kapcsolódjon, nem a 6-oshoz. És a logikai hibát ott követi el Hanvas, ami valószínűleg azért van, mert ő nem bírta a nullát, tehát nagyon állandóan vitatkozik a nullával, hogy a nulla nem is szám, és hogy a való, ami igazi és hiteles valóság, az csak a természetes számok, és ami a természetes számok alapján leírható, és ez a nulla, ez egy modern találmány, ami ugye behozza a semmit, és ezáltal tulajdonképpen a korrupciónak egy fontos ellenmozdítója válik. Tehát itt szerintem a Hanvas áldozatul esik egy modern gondolkodásmódnak, ami ne, és nem feltétlenül éli bele maga az indiai régi ókori felfogásba. Ugyanis a számmisztikai oldalon nézzük, akkor valójában a purusa a nulla. Hiszen pont az a lényege, ő nem az egy a purusa. Mert egyáltalán nem meghatározható, ugye? Tehát a purusa az tulajdonképpen az dzsivátmának, az egyéni léleknek a most egyszerűség kedvéért mondhatjuk, hogy a szinonimája. Tehát meghatározhatatlan. Nem, azt lehet rá mondani, hogy egy. Túl van minden, nem lehet relációba hozni, és ugyanúgy, mint a nullával nem lehet osztani. Tehát a nulla nem lehet közös nevezője sem, a purusa sem lehet közös nevező, mert ahhoz meg kellene tudnunk valahogy határozni. Tehát ebből a gondolatmenetből érthető, és valójában ugye a számkjában azok a principiumok, amik számmisztikailag még értelmezhetők, az 24 ilyen principium volt, és nem véletlen, hogy, és a purusa volt a 25-dik, mert az a nulla volt, ugye, és nem lépték túl a 24-es mondjuk keretszámot. És akkor a természet lesz az egy. Ugye? Azért, mert valójában amire azt lehet mondani, hogy egy, az a világ. Most az eltekintve attól, hogy azt mondjuk, hogy a világ varázslat, és nem igazi, egyfajta látomás, egy vízió, egy imagináció. De úgy, mint imagináció, mégis van benne egy egység. Hiszen minden, amit a rengeteg jelenség, a képek, hangok, illatok, szagok, gondolatok, tehát mindaz, ami a világ hatalmas terében gomolyog, azok mind oszlással keletkeznek. Az ennek a világnak először a ketté oszlásai, ugye, mert ez a világ ellentétekből épül fel, ellentétpárokból, amiknek éppen ezért ugye a léte szintén virtuális csak, mert hogyha a maga a világ imagináció, akkor az ellentétek sem valóságosan léteznek, de mégis ebből az egy világból, az egy természetből bomlanak ki, vagy bontakoznak ki a sokféleség dolgai. Tehát a természetre valóban joggal mondhatjuk azt, hogy egy. És akkor a buddhi az lesz a kettő, ugye a buddhi azt jelenti, itt Hanvasnak a szóhasználata, mivel akkoriban még nem létezett egy mondjuk kialakult fordítói hagyomány itt Európában, sokszor Hanvas maga talált ki szavakat, ahogy fordította. Ő ezt a buddhit gondolatnak fordítja, de valójában nem gondolatot, ez értelmet jelent. Az értelem, a megkülönböztetés képessége, a tükrözés képessége, de ez nem azonos az átmannal, az öntudattal, hanem ez a
természetnek a legérzékenyebb, legfinomabb képessége vagy megnyilvánulása. Ez lesz a kettő, mert ez érzékeli a kettősségeket. Ugye ebben tükröződnek vissza, mint egy a kettőségeket. Ez a buddhi lesz az elmének az alapja. És a három lesz akkor az ahankára, ugye, ami az szó szerint azt jelenti, hogy az én képző, az én alkotó, az, ami az én érzést létrehozza. A negyedik lesz a manasz, amit elmének lehetne talán legegyszerűbben fordítani, vagy gondolkodásnak, tehát ez vagy nem csak gondolkodás jelent, a figyelmet is jelenti, mondjuk az elme talán ez a legkorrektebb, és akkor jön az öt érzék, az lesz az ötös. Illetve jön az öt ős elem, és az egyéb, innentől kezdve az ötös kategóriák jönnek, tehát igazából számmisztikailag az ötig értelmezhetők a dolgok. Na most itt, ha már egyszer szóba került az ahankár, akkor azt meg kell mondani, hogy ez az ahankára, tehát az én érzet, amit énnek érzünk, ez nem azonos a dzsivátmával, az egyéni lélekkel, vagy belső lényekkel, a valódi önmagunkkal. Ez a felismerés, ez szintén, mondjuk a buddhizmusból ezt leginkább ismerjük, ugye erről itt is, mikor a Hanvas és a buddhizmus kapcsolatával foglalkoztunk, sokat beszéltünk, de ez valójában nem egy buddhista találmány vagy lelemény, ez a többi hagyomány is pontosan tisztában van ezzel, még a teisztikus hagyományok is, és azok hagyományok is, amelyek hisznek egy lélekben, egy valóságos lélekben, hogy ez a valóságos lélek, ez nem az, amit énnek érzünk. Az, amit énnek érzünk, az ugyanúgy egy imagináció, egy nem létező dolog, egy beképzelés, mint ahogy a világ is egy imagináció. Csak a világot kivetíti a tudat, kívül imaginálja, az ént meg befelé vetíti, rávetíti a saját világban való megjelenésére. De ez már nem is rögtön a természettel jelenik meg, tehát már amikor a természeti létünkben kristálytiszta értelemmel gondolkozunk, például a buddhi működik, ott is meg lehet feledkezni az énről. Ugye? Tehát az én érzet az egy még a kibontakozásnak egy későbbi fokán jelenik meg, még a természetnek sem a legmagasabb foka. És hogy de semmiképp nem azonos az átmannal. És hogy minden szellemi praxisnak, tehát a varázslatból való felébredésnek, és a kényszerek alól való kiszabadulásnak egy lényeges mozzanata, vagy lépése, hogy eloszlassa az énnek ezt a káprázatát, vagy imaginációját, tehát hogy azt hiszük, hogy én vagyok. Mert addig, amíg ezt nem tudjuk elosztani, ez még fontosabb annál, mint hogy a világ káprázatán átlássunk, mert addig, amíg azt hiszük, hogy én vagyok, addig ez eltakarja azt, akik ténylegesen vagyunk. Ugye, tehát olyan, mint amikor egy felhő eltakarja a napot, addig, amíg az el nem oszlik, addig nem vagyunk képesek, még akkor se, hogyha abból az irányból érzékeljük, hogy jön valami világosság, de hogy mi is a napnak a természete ténylegesen, azt addig nem tudjuk meglátni. Az átman az nem része a természetnek és a májának. A személyes én az a májának a része, a természetnek, a varázslatnak a része. Akkor ki az átman? Vagy mi az átman? Ugye? Hanvas erre viszont itt már nagyon helyesen azt a választ adja, hogy az átman az, aki a varázsló. Ugye? Tehát nem a varázslatnak a valamelyik megnyilvánulása, vagy egy sajátos szerep, ami ott megjelenik, vagy az öltözékünknek egy része, mint amilyen az én, hanem
Ez maga a színész, aki felölti azt a szerepet, és megjelenik egy történetben. Na most ugye az advaita tehát nem egyet jelent, mert az átman is, és különösen az Isten sem lehet egy. Ugye, mert hát egy példát mondjunk arra, hogy miért nem lehet egy. Azért, mert például az Isten képes arra, hogy sok legyen. Ugye? Hiszen amikor elvarázsolja magát mondjuk az átmanon keresztül, előidézi a látomás, és abba belemerül, akkor valójában sokká válik. Ugye? Úgy jelenik meg mindesetre, mint sok. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ez, hogy ő egy, ez egy kötelező, abszolút tulajdonsága lehet, amivel meg lehet határozni a végső valóságot. Tehát itt is, hogyha ugye az valószínűleg, ha Hanvas mondjuk vette volna az erőfeszítés, hogy elfogadja, hogy a filológusok szárazak és unalmasak, és mondjuk a magyarázatokat is elolvassa, nem csak az alapszövegeket, akkor lehet, hogy ezt átgondolta volna, hogy annyira ezt az egy jelleget, az egységet hangsúlyozza. Az indiai gondolkodás az sokkal inkább az Istent, a végső lényeget úgy határozza meg, mint egy abszolút szabadságot, és abszolút meghatározhatatlanságot, ami túl van minden fogalmon, minden elképzelésen, hiszen minden fogalom és elképzelés az a májának a része. Ugye az az elme alkotás, az a varázslatnak a része. Tehát ha nem lenne túl ezen az Isten, akkor nem lehetne ezeknek a varázslója. Tehát sokkal inkább ez a szabadság jellemzi, és ebben a szabadságban ugye ezt az indiai szövegek kifejtik pontosan, hogy ebben benn van az is, hogy nincs igazi önazonossága sem. Tehát ezért nem lehet azt mondani, hogy egy, mert például, amikor elvarázsolja magát, vagy belemerül a életálomba, akkor éppenséggel úgy jelenik meg, mint aki nem önmaga. Ugye? Na most éppen ezért az indiai hagyomány, amikor mond egyáltalán valamit a Brahmanról, akkor mindig paradoxonokban beszél. Ugye? Tehát, hogy azt mondja, hogy megfeledkezik magáról, de közben teljesen magánál van. Ugye? Elveszíti önmagát, világgá varázsolódik, de közben nem megy sehova, és nem csinál semmit, hanem teljesen tisztán, abszolút önmaga marad. Ha egy lenne, akkor ezt nem tudná megcsinálni, ugye nyilvánvalóan. Hanem sokkal inkább, valóban, tehát ha az abszolútot keresünk benne, akkor azt lehet mondani, az abszolút szabadság, a minden lehetőség, a mindennek a lehetősége, az, ami ezt a Brahmant jellemzi. Na most az, hogy tehát hogy határozzák meg az átmannak, az egyéni léleknek és Istennek a viszonyát, hogy ne legyen abban kettősség, arra különböző utak vannak. A Sankara féle modellben ő azt mondja, hogy egyáltalán semmilyen különbség nincs. Ezek teljesen azonosak. Csak a varázslatban ezt a lélek nem ismeri fel. Tehát félreértésben van saját természetét életben, de valójában akkor is, amikor el van varázsolva, akkor is ő teljesen abszolút azonos a legmagasabb önvalóval, a paramátmannal. A Ramanuja féle visastadvaita vonal, azt úgy lehetne elképzelni, erre az európai misztikában is létezik hasonló elképzelés, hogy a dzsívátma, az egyéni lélek, az olyan, mint
a tűznek a szikrája lenne. Hogyha az Isten a tűz, akkor a Jivatman az egy szikrája ennek a tűznek. Vagyis különbözik ugyan tőle, mert az egy a Paramatman, a legfőbb önvaló, az nem kettő, az nem sok. A Jivatma meg sok. A Paramatma az mindenható, mindentudó, abszolút. A Jivatma az meg korlátozott, ugye szikra az nem tud olyan messzire világítani, nem tud mindent bevilágítani, tehát korlátozott a tudása, korlátozott a mező, amiben létezik, de annak ellenére, tehát hogy vannak közöttük különbségek, annak ellenére a lényegük mégis ugyanazok, mert az egyéni lélek is ugyanabból származik, ugyanaz a jellege van, mint a egyetemes léleknek. És hát a harmadik fajta fő irány a Vedántában, ez a dvaita vonal, az viszont azt mondja, hogy teljesen különbözőek, és az egyéni lélek semmiképp nem mérhető Istenhez, az egyetemes lélekhez, és ez magyarázza, hogy ezekben a dvaita iskolákban már valóban csak a bhakti marad, mert akkor az ember a maga, az egyéni lélek a maga kicsinségében legfeljebb hát szolgálhatja, vagy imádhatja az Istenét, vagy annak a kegyelmében reménykedhet. De hát Hamvast itt ezek közül, a megközelítések közül alapvetően az első, a Sankara-féle vízió mondjuk inspirálta, tehát ő ezzel tudott nagyon azonosulni. És ugyanakkor ez nagyon izgatta ez a kérdés Hamvast, hogy lesz az egyből sok. És hogy mi lesz, hogyan megváltozik-e, és hogyan ettől a viszony az egy és a sok között, hogyha az egy sokként jelenik meg. És ez egy nagyon izgalmas kérdés valóban, és ha lesz időnk, egy-két idézetet kiírtam, amiben nagyon megmutatkozik Hamvasnak a zsenialitása. Azt mondja például a Mája című tanulmányában írja, hogy az általánosan egyetemes az, amely a legkonkrétabb egyénben megjelenik, de fordítva is, a legközvetlenebb egyéni az, ami a legáltalánosabb egyetemességben megjelenik. A lény csak az általános változata, de az általános mindig csak a lényben és a dologban adva és élve jelenik meg. És a lényegi gondolat, amit mondjuk engem nagyon megérintett, amikor készültem erre az előadásra, és amit kifejt Hamvas ebben a Mája című tanulmányában, hogy ahhoz, hogy az átman, a paramátman, tehát az önvaló, az Isten a varázslatot elő tudja varázsolni, tehát a világot megteremtse, ahhoz elkerülhetetlenül személyessé kell válnia. Tehát, hogy a személyességben, az individualitásban tudja ezt az imaginációt elővarázsolni, és ugyanakkor, mivel hogy ő a varázslatot elővarázsolja, az pedig elengedhetetlen ahhoz, hogy a saját mindenhatóságát és a saját szabadságát megtapasztalja. Ezért a személyesség az voltaképpen a legmagasabb isteni lényegnek a természetéhez tartozik. Ez egy azért nagyon inspiráló gondolat volt számomra, mert itt van egy olyan ellentmondás, amit például az indiai hagyomány nem gondol végig, vagy nem fejt ki, ott a szemét
személyen nem különösebben foglalkoznak, mert általában a keleti felfogásban ugye az individuum nem annyira játszik szerepet, egyszerűen a káprázat részének tekintik, és a cél az, hogy a személyes történetünk, a személyes megjelenésünk, a különös fölé emelkedjünk, vagy ebből kiszabaduljunk, és felismerjük, átéljük, realizáljuk önmagunkban az egyetemes személy fölötti lényeget. Az európai hagyomány, ugye ez meg a mi individualista kultúránknak és gyökereinknek megfelelően, meg valójában a vallásunk is ilyen, és ezért mi az Istenünket is nagyon személyesen képzeljük el. És itt úgy érzem, hogy Hanvasnak ebben a tanulmányában dacára annak, hogy a részletek tekintetében sok helyen mondjuk neki a hiányosságai voltak, de itt a lényeget illetően mégis egy páratlan szintézisét tudja létrehozni ennek a kétféle szemléletmódnak, vagyis hogy le tudja vezetni azt, és itt már túlmegy a Védántán, tehát azért mondom, hogy itt bőven épít az európai hagyományos, az európai misztikára is, de hogy eljut oda ebben a Mája című tanulmányában, ahol megmutatja, hogy ez a nem kettősség, ez odáig terjed, hogy valójában a személyes és a személytelen kettőssége sem létezik. Tehát, hogy épp úgy, ahogy így itt megfogalmazza ő, hogy az általánosan egyetemes az, amely a legkonkrétabb egyénben megjelenik, és fordítva a legközvetlenebb egyéni az, ami a legáltalánosabb egyetemességben megjelenik. Tehát személyes és személytelen sem a valóságban nem különbözik egymásról, nem kettősségről, nem kettőről van szó, hanem épp úgy, ahogy minden kettősség valójában egymást feltételezi, ez, hogyha értjük az alapot, amely a kettősségeknek az alapja, amit Hanvas centrumnak nevez, vagy bőmenyomán ungrumnak nevez, tehát hogyha megvan ez az alap, akkor ezek az ellentétek mind kiderül, hogy valójában egymás kifejezői, és nem egymás ellentétei, vagy kizárói. Van egy másik idézet, amit szeretnék felolvasni ugyanez a vonalon, mert úgy hasonló dologra utal benne Hanvas, és noha itt is arról van szó, hogy nem lehet teljesen egyetérteni vele mondjuk szaktudományos nézőpontból, mert itt az újraszületésről van szó konkrétan, és tény az, hogy a indiai hagyományokban az, hogy a dzsivátmá újra létesül, és illetve nem csak a dzsivátma, hanem maga a finom test is újra létesül, és van egy karma, ami folytonosságot biztosít mondjuk a történetben, a létáramban. Tehát annak ellenére, hogy ezt Hanvas itt szerintem nem teljesen pontosan érti, a lényegét illetően mégis igaza van, mert amire viszont rámutat, az fontosabb ennél is, az újraszületés kérdésénél is, és ugye a következőt mondja erről. A lélekvándorlás nem az emberi individuumra, hanem az örök emberre vonatkozó őskép. Tehát erre mondtam azt, hogy ez részben igaz csak, tehát a hinduknál vonatkozik az emberi individuumra is, de tény, hogy viszont ez is igaz. Értelme pedig nem az, mondja Hanvas, hogy a dzsivátmá, a kis emberi én ma meghal, és esetleg már holnap a föld más táján és más lényben ismét megszületik, hanem az, hogy az ősi ember a szellemi teremtésből lezuhant az anyagba, és ebből az anyagból, mint emberiség ébred, mint egyénekre oszlott sokaság, és a sokaság minden egyes énje, az ősi ember egy-egy állomása, egy-egy újjászületése, reinkarnációja. A lélekvándorlás az örök ember sorsának kolosszális mélységű ősképe, amely az egyéni emberi én sorsát
az örök ember sorsába ágyazva látja, s önmagát az egyetemes emberiség összefüggésében, mint újjászületett lényt érti meg. Újjászületett lélek tüposz bélyeggel, mint tipikus alak, újjászületett lélek karakterrel, mint időben megjelent szélsőséges határeset, mint arculat, mint individuális lény. A Vedánta hagyományának hát számos különleges részlete van, amit szintén érdekes lenne megismerni, de épp megnéztem az óramat, és úgy láttam, hogy nagyon elment az időnk. Tehát biztos, hogy most nem lesz alkalmunk arra, hogy ezekbe belebonyolódjunk, de lehet, hogy ez egy ok arra, hogy esetleg folytassuk ezt a témát, hogyha érdekli önöket. De egy dologról mindenképp kell még beszélnünk, itt ezzel a nem kettős végső lényeggel kapcsolatban, hogy mi is ennek a természete. Tehát jól lehet itt mondjuk Hamvas egy kicsit túlhangsúlyozza ezt az egységet, hogy ez az egy, ez a végső egy, amiben szerintem tulajdonképp gyengíti inkább a saját érvelését. A másik oldalon viszont nagyon precízül és helyesen ragadja meg ugyanakkor, hogy miben is áll ez a végső lényeg. És kifejti Hamvas, hogy ez a végső lényeg, ez nem valami olyan szellemi, nem tudom én, minőség, vagy meghatározhatóság, vagy tulajdonság, ami esetleg, nem tudom én, valamilyen földön túli, vagy természet fölötti minőségekkel rendelkezne, hanem hogy ennek a végső szellemi lényegnek, ami a advaita felfogásában nem különbözik az egyéni lélektől, a minősége az sokkal inkább, hogy ez tisztán szubjektum. Nincs benne semmi tárgyiasság, nincs benne semmi megjelenés. Hogy valójában itt ez a végső lényeg a szubjektumnak egy olyan, a tudatos tudatnak egy olyan minősége, ami túl van minden tárgyiságon. És ami mégis minden tapasztalásnak az alapja, és ezt Hamvas az éberséggel nevezi meg. Tehát ezt a szót használja rá, hogy az éberség. Én ezt tulajdonképpen nagyon pontosnak érzem, ezt a megfogalmazást. Amikor ezt kicsit magyarázza máshol, akkor azt mondja róla, hogy érzékenység. Tehát, hogy valami olyasmi, ami tapasztal, de nincs benne semmi, ami tapasztalható, csak legfeljebb átélhető. És ma már ugyan ez az éberség szó egy kicsit más jelentésre tett szert, tehát másra használják a pszichológiában, megint másra használják a buddhizmusban. Úgyhogy szerintem lehetne rá egy jobb szót találni, de az, amit erről Hamvas ír, vagy ahogy jellemző, lényegében helyes, csak talán a szóválasztás nem biztos, hogy teljesen pontos. Én, ha ma adhatnánk ennek egy szót, én úgy határoznám ezt meg, hogy az eszmélet. Ezt a végső lényeget a Vedánta filozófiája annak ellenére, hogy alapvetően meghatározhatatlan,
amikor beszél róla, akkor mégis három jelzővel szokta jellemezni. Ezt a Szacsidánanda kifejezés, ahol a szat az azt jelenti, hogy valóságos. Ez a valóság. Ez a végső valóság. És nincs is más valóság, hiszen a világ az varázslat, imagináció, az egyéni lélek az meg ugyanaz, mint a paramátma. Tehát ez a valóságos. Vagyis, hogy az, ami bennünk tapasztal, az eszmélet, a tapasztalás alapja az, ami valóságos, és amit tapasztalunk, az pedig imagináció, az pusztán ennek az eszméletnek az a megnyilatkozása, a varázslata. A másik, amit használ erre a chit szó, ugye a Szacsidánanda, ez a chit szanszkrit szó, ez viszont nagyon precízül adja vissza a hangos, amit ez pontosan azt jelenti, hogy érzékenység, az érző, megismerő minőség, a szemlélésnek, a látásnak az ereje. Ez nem tudat, mert a tudat az már a varázslat része, ugye ez már az elme működése, a megnyilvánult létezés, de ez minden tudatos tapasztalásnak az alapja. És a harmadik, az ánanda, az szó szerint gyönyört jelent, vagy üdvözült boldogságot. Hanvas ezt olykor fénynek, vagy világosságnak is nevezi, ami lehet voltaképpen, és ez amikor a lélek a saját imaginációjában elvarázsolódik, akkor először ez a fény, ez a ragyogás, ez a gyönyörteli elragadtatottság az, ami megszületik, vagy ami körülveszi, és amiből aztán, aminek az extázisában a világ elővarázsolásának a teremtő műve kibontakozik. És az, hogy ez az indiai hagyomány ezt az ánandát, ugyanakkor, mint ugye, amikor a varázslat elindul, akkor ez különböző rétegekben bontakozik ki, amit a Védántában kósának neveznek, ugye, ami a lelket, az eszméletet, a végső lényeget, az átmant körülveszi, és ott ez az ánanda, ugye a fény energiájának extatikus, gyönyörteljes ragyogása lesz az első burok, ami körülveszi, tehát ami először kibontakozik a végső öntermészetből, és ez, hogy ugyanakkor viszont az átmant Szacsinánandának nevezi, ez azt fejezi ki, hogy ez a Brahmannak, az Istennek a lényegi minősége. Tehát az, hogy teremtsen, hogy imaginációt, varázslatot bontakoztasson ki, amiben elvarázsolódik, amiből fölébred, az hozzátartozik az isteni lényeghez. Ez nem egy elvont, nem tudom én, transzcendens, világ fölött trónoló végső lényeg, hanem a végső lényeg az olyan, hogy van neki egy ilyen transzcendens és mozdulatlan és mindig tiszta varázslattól nem megérintett végső lényege, és ugyanakkor mégis hozzátartozik, hogy közben teremt, megnyilvánul, kibontakozik, létrehozza a májá varázslatát. És ugye az Advaita Védántában ezt úgy oldják fel, ezt az ellentmondást, hogy azt mondják, hogy van a Brahmannak két arculata van, ami nem különbözik valójában egymástól, hanem olyan, mint a érme két oldala,
van egy transzcendens, amit úgy hívnak, hogy tulajdonságok nélküli, meghatározhatatlan, nirguna, mindenen túli aspektusa, és van egy olyan, ami meg ugyanakkor ugyanaz, és mégis közben tombol, extázisban van, teremt, dinamikus, ugye létrehozza és formálja a történelmet, és abban azt megismeri. És ezt úgy hívják, hogy szaguna, brahman, ez az Istennek, a végső lényegnek a minőségekkel, vagy tulajdonságokkal rendelkező, tulajdonságokban megnyilvánuló oldala. Hanvas azt mondja, hogy valójában, ha az ember így tanulmányozza a Védántát, akkor a valóság, tehát az, hogy a valódi természetünk az nem a formavilág, de még csak nem is a test, és nem is az én, és nem is az elménk, hanem hogy ott van bennünk az eszmélés világossága, valami, ami túl van ezeken, ez eléggé evidenciává válik. Ez könnyen felfogható, mert ez a valóság. És a valóság az magától értetődő. Tehát az, hogy megmagyarázzuk, hogy miért ez a valóság, nincs is szükség magyarázatra, mert önmagát megmagyarázza. Hát ez van, és ez egy egyszerű és érthető. Hogy azt mondja Hanvas, hogy az igazi titok az nem az átman, és nem a brahman, és nem az Isten az igazi titok. Mert ez a valóság, tehát egy nyilvánvaló és magától értetődő. Hanem az igazi titok, hogy miért van varázslat, miért van szüksége, miért tartozik hozzá az Isten lényeg, ez a varázslat, a májá, és hogy keletkezik ez a varázslat. Ez az igazi titok, mert ez teljesen irracionális és paradoxon, és hogy a valóság az létrehoz valamit, ami nem valóság. Ugye miért, hogyan és miképpen. És ez is az oka annak, hogy mondjuk konkrétan például a májáról a Hanvas kövben még egy tiszta olyan hosszú tanulmányt írt, mint a Védántáról, amennyit ír a Sciencia Sacrában. Mert őt is ez a kérdés kezdte el izgatni, és én most akkor azt a trükköt alkalmazom, mint a folytatásos szappan operáknál, hogy egy olyan izgalmas kérdést nél fogjuk megszakítani, hát ha eljönnek legközelebb is, hogy ez a titok, hogy miért van a varázslat, és honnan jön a varázslat, és hogy működik ez a varázslat számunkra, mert hát ez a Védántának is természetesen a legfontosabb témája, és a Hanvast is különösképpen ez izgatta az egészben. De ma nagyon hosszúra nyúlt az előadás, és megköszönöm, hogy ilyen kitartóan figyeltek, és megígérem, hogy folytatjuk, jó, ezt a ünnepi esetet. Összeszep, már most nyári szünet, ez a szeptember.